A tavasz rosszul gólképtelenül kezdő az NBA 14. helyén álló Lombard pápa a labdarúgó csapatának vezetőedzőjét a tulajdonos bizalmáról biztosította, a tréner pedig azt szeretné, ha fiai megdöglenének a sikerért. Aztán a Debrecen ellen megvillant a harcos pápa, most pedig itt van nálunk Zsivóczki Gyula edző és Árki Gábor klubmenedzser a tavaszról beszélgetünk. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. E, Gyula, a tavaszi kezdés előtt azt mondta, hogy a Fradi elleni eredmény meghatározhatja a további teljesítményeteket. Bejött? Hát eddig, eddig sajnos igen, negatív értelemben, de én egy kicsit, kicsit hátulról kezdeném ezt az egész dolgot. Amikor átvettük a csapatot a Beneferitől, aki, aki jól dolgozott, meggyőződésem, hogy jól dolgozott, valamiért nem sikerült neki. Az ötödik fordulóban kettő pontja volt ennek a csapatnak. Most 23 pontja van, 11 ponttal vezetünk a, a eger előtt, és 13 ponttal vezetünk jelen pillanatban a Siófok előtt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez pozitív, természetesen nem vagyunk megelégedve az eredményekkel, és mindenféleképpen javítani akarunk. Hát Az a helyzet, hogy hogy helyezésben rosszul hangzik, ahol most álltok, de a bemaradás nem kérdés. De nem? kérdés még mindig kérdés. kérdés. Én úgy gondolom, hogy mindig kérdés, uh -huh. és amíg nem húzzák meg a, a vonalat mögöttünk, tehát matematikai matematikailag van esély a többi csapatnak addig addig keményen oda kell figyelnünk. Uh -huh. Na most, ha már ezt, ezt a, a Fradi elleni teljesítményt tetted az origóba még a, a kezdés előtt, akkor azt kérdezem meg, hogy a Fradi az, hát ugye amúgy is fontos számodra, meg sok játékos számára, tehát ez egy szakmai együttműködés vagy érzelmi kapcsolat, vagy mind a kettő? Én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Én, én, én Frediban nevelkedtem, ott lettem hát, első osztályú játékos, ott lettem ifjúsági Európa bajnok, tehát van kötődésem természetesen a Ferencvároshoz de, de akkor az ellenfél edzője voltam, és szakmailag akartuk őket megverni. Uh -huh. Gábor, ezt a fajta eddig végzett teljesítményt és érvelést ezek szerint a klubvezetés maximálisan elfogadta a -e, Gyuláiktól? Elfogadtuk, illetve inkább azt mondom, hogy a bizalmunkról továbbra is biztosítottuk a vezetőedzőt, dolgozzon tovább. Alapvetően ugye a, a tavaszi stratégiánk, amit megbeszéltünk, azért egyfajta kockázatot is hordozott magába, mert elég sok fiatal játékost igazoltunk. És ugye itt legfőképpen most ebbe a fél évben az volt a megbeszéltek, hogy ezeket a fiatal játékosokat próbáljuk meg beépíteni a csapatba, adjunk nekik lehetőséget, és nézzük meg, hogy ebbe a fél évben mire megyünk velük. Alakítsuk ki a csapatnak a gerincét, ami a következő évben nekivág a sokkal, de sokkal nehezebb bajnokságnak és ezekkel a fiatalokkal kiegészítve próbáljuk meg a következő idényt abszolválni. Hát akkor ez gyúl, ez azt jelenti, hogy ez egy következetes és hosszú távú munka, amiben belefogtatok. Nekem nagyon pozitív volt számomra és a stábom számára, hogy, hogy a Bíró Péter tulajdonos biztosította a bizalmáról, és a vezetőség, igen, ez egy, ez egy erőt kell, hogy adjon, ahogy a Gábor mondta, jövőre sokkal, de sokkal nehezebb lesz a Lombardnak az első osztályú tagságát megtartani és hogy megtartsa azt most el kell kezdeni építeni az új csapatot. Akkor lehet azt mondani, hogy ez a tavasz ez miután, jó azt mondja Gyula, hogy vigyázni kell a kieséssel, de alapvetően nem tűnik olyannak a helyzet, hogy kiesési gondok lehetnek, tehát lehet kísérletezni? Azt gondolom, hogy a kísérletezés időszak az most elérkezhetett, most van lehetőség inkább kísérletezni, mert mert a következő időszakban, a következő bajnokságban már kísérletezésre nagyon lehetőség nem lesz. Most van az, hogy a csapatot ö, úgy építsük fel, hogy a következő idején már ö, sikeresebb legyen. Ettől függetlenül, azért a hangsúlyozni szeretném, van még hátra 8 forduló, tehát nem mondtunk le a pontszerzésről. Uh -huh. Igenis szeretnénk pontokat szerezni, igenis szeretnénk annyi pontot begyűjteni, amennyit lehet, és igenis szeretnénk a közönségünk kötet is azért kiszolgálni, amennyire lehet, mert azért ebből a szempontból azért azt gondolom, hogy, hogy elég szerencsések vagyunk, mert ők is ott állnak mögöttünk, ők is biztosítják a hátteret a csapatnak, tehát próbáljuk meg őket is kiszolgálni. És ennek a kísérletnek, Gyula, mi a lényege? Tehát milyen futbalt, milyen stílust kellene játszani ennek a hosszú távon ennek a csapatnak, amit te elképzelsz, ami a te ideál. Meg gondolok arra, hogy, hogy a Fradi ellen Liga Kupa visszavágóra, arra büszkének lehet lenni, hogy szóval ott már láttuk, hogy te mire gondolsz? Igen, az volt az a mérkőzés tavasszal, amire úgy gondolom, hogy a Lombardpápa ö, folyamatosan ö, képes lenne. Sajnos, sajnos a gőllövéssel hadilábon állunk és... Miért? Rengeteget gyakoroljuk az edzéseken, talán nem eleget, én úgy gondolom, hogy egyszer ez meg fog fordulni, és azok a játékosok, akik, akik gólerőse gondolok Gorán Maricsra, és vannak még egy páran, azok be fognak találni, és el fog indulni a, el fog indulni a góllövés is. Na és akkor visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mi ennek az eszenciája, a lényege, annak a, aminek ennek a kísérletnek a végén játékban és stílusban lennie kellene a pápa? Elég sok játékos került oda télen, és fiatal játékosok, gondolok, Tajti Tomira, több külföldi fiatal játékos, tehát ilyen 20-22 éves játékosok kerültek oda, akiknek meg kell szokni a légkört. Egy angol erőléti edzőt is, aki a Ferencvárosban együtt dolgoztunk, oda került. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek egy folyamatos, folyamatos fejlődésnek kell látszódnia. Azt gondoltuk, azt gondoltuk, hogy előbb fognak kijönni az eredmények, nem, de mi teljesen bízunk az elvégzett munkába. Király is gondolok, saját nevelésű pápai játékos, aki most már harmadik alkalommal mutatkozott be az mb 1 be ezekre, a, ezekre a játékosokra gondolunk, akik, akik, nyártól meghatározó játékosai tudnak lenni a Lombard pápának. De például ebben a bajnokságban mondjuk egy győr ellen már nem, nem kockázat minimalizálásra fogtok törekedni, hanem, hanem arra, hogy lesz, ahogy lesz, csak egy érdekes és jó játékot játszatok? Valahogy így, tehát szeretnénk támadó futballt a győr is, senki ellen nem akarunk feltartott kézzel oda menni. Ahogy a Gábor mondta, természetesen ki akarjuk szolgálni a, a, a mindig mellettünk álló közönségünket is, és pontokat akarunk szerezni még ebbe a fél évbe is. Hát itt, itt az ideje, hogy valaki megfricskálza az etot. Azt mondod? Hát próbálkozzunk meg vele, persze. Hát akkor a szomszéd hát, várna? Igen. Én azt gondolom, hogy a leendő magyar bajnokról beszélünk, a leendő magyar bajnokot fogadjuk. Hát, megpróbáljuk megnehezíteni a sorsukat. Ha azt mondod, Gábor, és azt mondjátok mind a ketten, hogy jövőre nehezebb lesz a magyar mezőnyben, az első osztályban, akkor emögé mit képzeljek anyagilag? Tehát anyagilag kitartóan stabil a, a klub háttere? Anyagilag stabil. Tehát nem tudok semmi szenzációról beszámolni. Ki van fizetve nálunk? Mindenki, nem csak a játékosok, hanem ugyanúgy a a, a NAV, illetve az önkormányzat is, tehát nem tudok semmi olyan dologról beszámolni, ami nagyon nagy szenzáció lenne, egy tény és való, jövőre azt gondolom, hogy azok a csapatok, akik felkerülnek az első osztályba, azok ugyanolyan stabilak lesznek anyagilag, ugyanolyan jó biztosított háttérre fognak rendelkezni, az erőviszonyok nagyon kiegyenlítődtek, tehát megnézzük a tabellát, ott is lehet látni. Van azért az első három-négy csapat, aki financiálisan jóval erősebb, mint a többi, náluk lehet látni a különbséget, de utána viszont nagy az egyenlőség. Gyula, te még a nyáron, amellett, hogy tavasszal kísérletezel, fogsz kérni sok igazolást, erősítést, vagy elsődlegesen már a fiatalok beépítése az, amire koncentrálsz? Télen se kértem sok igazolást, sajnos tudomásul kell venni, hogy a Lombard párpa az nem, nem a helyezésünk alapján nem olyan játékosok ö, kerültek, akik, ö, akik ö, úgymond ö, jelen pillanatban ö, tudtak volna segíteni, de természetesen maximálisan bízunk bennük. Nyáron mindenféleképpen ö, olyan meghatározó, két-három játékosnak kerül, kell kerülni a Lombardba, akik egyértelműen meghatározói a Lombard Pápának és húzó emberei tudnak lenni jövőre. E, akkor azt mondjátok meg egy számot a végére. Most ugye a 14. hely kísérletezés közben, mi lesz a vége ennek, vagy, vagy mi lenne, ha jó lenne a vége? Hát én azt gondolom, hogy ha a tíz köré oda tudunk kerülni, az már egy nagyon pozitív dolog lenne. Tehát az akkor már lehetne látni az erőrelépés lehetőséget. Ez vállalható, han? Én úgy gondolom, a három pontos bajnoki rendszerben, tehát a, a, győzelmeknek van igazából jelentőségük, mindenféleképpen mindenhol győzelemre fogunk játszani, annak ellenére, hogy most jelen pillanatban a 14-ek vagyunk, és nem rúgtunk gólt, vagy egy gólt rúgtunk. Hét mérkőzés van, erre a hét mérkőzésre fogunk koncentrálni. Támadó focival. Támadó futballal. Hát sok sikert és szerencsét nektek akkor a tavaszra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a lehetőséget.